Köszöntöm a kedves nézőket, a Karcagvárosi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 80. évfordulója alkalmából rendezett tűzoltási mentési bemutató alkalmából. Önök egy szimulált gyakorlatot fognak látni, amelyben a toronyház 7. emeletére tervezett tűz oltását és a mentési gyakorlatot fogjuk végrehajtani. Itt az égő riasztott tűzoltó egységek a helyszínre. Normál esetben, ha tényleg ilyen tűzeset történne, akkor valószínűleg önök ugyanezt a három tűzoltóautót látnák először a helyszínen. Most éppen a Karcag 1-es fecskendőjének személyzetét látják, hogy kiszáll, illetve az, hogy a második gépjárművünk elfoglalja, valamint a magasból mentő gépjármű is elfoglalja a felállítási helyét. Ilyenkor a tűzoltásvezetőnek nagyon sok információt kell gyűjtenie, hiszen az elsődleges tennivalókat csak a külsőleg látott, illetve szerzett információk alapján tudja megtenni. A kosár telepítésénél fontos az időjárási viszonyok figyelembevétele, hiszen, mint láthatják, erős szél fúj, és ez nem minden esetben teszi lehetővé a kosár telepítését. Itt a kollégák védőfelszereléseit látják önök, ahogy fölveszik. Azt tudni kell, hogy ilyen látni fogják, hogy már újabb készülékeket is használnak a tűzoltók. Itt az elsődleges beavatkozó egység embereit látják, ahogy előkészítik a mentést, illetve azt, hogy a közmű elzárásokra az intézkedéseket megteszik, valamint azt, hogy a kollégák készenlétben várnak addig, míg a tűzoltásvezető a tűz pontos helyszínéről meghatározza részükre a további feladatokat. A kiérkezett műszaki mentőszerről levegőbefúvó ventilátor telepítését kísérhetik figyelemmel. Ez egy túlnyomást hoz létre a lépcsőházban, ami a füst kiszorítását szolgálja. Időközben az első egység fölhatolta a 6. emeletre, és a kollégák itt impulzusoltókészülékkel, valamint tűzoltókészülékkel fognak. Természetesen a most látható impulzusoltó bevetése is imitáció, hiszen ez ennek használata a lakás károsodásához vezetett volna, amit mindenképpen igyekeztünk elkerülni. De azt hiszem, jól szemlélteti az eszköz azt, hogy végül is próbálja majd meg elhagyni az épületet, illetve rövidesen láthatják, amint a kollégák a lakásban lévő kisgyermeket és édesanyját kihozzák a lakásból, és mentőhordágy segítségével megpróbálják lementeni. A magasba mentő gépjármű megtelepült az épület előtt, és további utasítást várja, hiszen részére a mentési feladatot, illetőleg a mentés végrehajtását, annak sorrendjét a tűzoltásvezető személyesen határozza meg. Kisgyermeket elhelyezik a hordágyon, hevederekkel rögzítik. Ezt a hordágyat nem a tűzoltóság eszközein találjuk, ezt a mentőszolgálat bocsátja a rendelkezésünkre ilyen esetekben. Látható, hogy közben a füst elönti a lépcsőházat. Thank you.
magasságban a kosárba beszállni nem egy csalú feladat, úgyhogy jól jön, amikor a tűzoltók segítség. A lent lévő kollégák megszállik a táplálást, hogy a folyamatos oltóanyag utánpótlása a tűzoltó egységeknek biztosított legyen. Illusztrálja a helyzetet a lépcsőház végénél kitömbölygő fűs. Örömmel tapasztaltuk a gyakorlat előkészítése során, hogy a lakók felismerték ennek a feladatnak, gyakorlatnak a fontosságát, és nagy számba aktívan vettek részt a gyakorlatban. Innen jól látható az, ami igazából fentről nem is tűnik olyan magasnak, bizony a 7.-8. emelet magasságából már a talaj szintje elég távol van. Közben a TIGÁS szakemberei és a TIGÁS képviselő is a helyszínre jöttek, és a közmű elzárásokat, amelyek éles helyzetben mindenképpen szükségesek, elvégezték. Az erős szél miatt szükséges volt, hogy őket egy alacsonyabbban lévő emeletre hozzuk le, és onnan végezzük el. 30-as a 34-esnek léte. A lakások átvizsgálása megtörtént, Vétel. A bizonyára kevés néző tudja, hogy a tűzoltóság tűz- és káresetekre végzett munkáját szigorúan kötött rendbe a szabályok betartásával végzi. Ilyen jelentős káreseteknél az irányítás már nem egy ember feladata, hanem a parancsnokság vezetői a helyszínre jönnek ilyen eseteknél, és az eset további irányítása. A gyakorlat végeztével Lévai Kálmán alezredes úr városi parancsnok köszönte meg az egybegyűlteknek, valamint a vendégeknek azt, hogy megtekintették ezt a jubileumi gyakorlatot.